Az elmúlt két évben Nyíregyház adott otthont a hosszú szünet után felélesztett csapatbajnokság keleti elődöntőjének. Idén Debrecen lesz a helyszín, viszont a két város változatlanul közös csapatot indít. A DSC Esi NSC tavaly másodikként jutott tovább a döntőbe, ahol végül a harmadik helyet szerezte meg. A hétvégén csak úgy, mint a szekszárdi nyugati elődöntőben, 16 csapat méri össze tudását Debrecenben. A nyíregyháziak közül egyedül az olimpiára készülő gyalogló Helebrant Máté hiányzik, így a vegyes csapat színeiben 16-an küzdenek majd a továbbjutásért. Én úgy számolgattam, hogy 6 helyen lehetünk elsők. Elsődlegesen a dobók, a diszkoszvetők, ott talán az első 3 hely is a miénk lehet. A nőknél szintén az első hely a miénk lehet. Aztán magasugrásban várjuk Bakosi Petit, a 4x400-as váltóban a női váltót első helyre. És hát reménykedek abban, hogy Ónodi Dávid 200 méteren szintén a legjobbak között lesz, akár meg is nyerheti. A diszkoszvető Szikszai Róbert egy montenegrói edzőtáborozást követően már Debrecenben megcélozhatja a 63 méteres Európa-bajnoki kiküldetési szintet. Jó formában vagyok minden önlétreig, mind dobásba. Úgy érzem, hogy összeállt a mozgás. 62-48-al dobtam áprilisba, ami szerintem ez egy nagyon jó idénkezdés, de szeretnék nyilván minél többet. Az elődöntőkből a legjobb 6-6 csapat jut a szeptemberi székesfehérvári országos döntőbe. A szombati program 13 órakor, a vasárnapi pedig 11 órakor kezdődik a Debreceni Atlétikai Centrumban.